Meryl Streep, Ráckevei Anna. Michael Gambon, Fodor Tamás. Catherine McCormack, Rudolf Teréz. Kathy Burke, Kovács Nóra. Pogány tánc. Fényképezte Kenneth MacMillan. Zene Bill Whelan. A forgatókönyvet írta Frank McGinnis. Készült Brian Friel színműve alapján. Rendezte Pat O'Connor. Írország, Donegal, 1936. Amikor visszagondolok arra a bizonyos 1936-os nyárra, egészen különféle kusza emlékképek rajzanak elő bennem. Azon a nyáron tettünk szert az első rádiókészülékünkre, most nevezzük készüléknek, amely életünk középpontjává vált. Lúnak hívtuk, az ősi pogány aratás isten után, akit a Lunasa Fesztivállal ünnepeltek évente, tánccal és zenével. Azután anyám bátyja, az én Jack bácsikám hazatért Afrikából 25 év után először. Ő volt a legidősebb a családban, az egyetlen fiútestvér. Ő az édesanyám. Ő volt a család kisbabája. Kidobom ezt a vackot. Nehogy dobod, én törtem el. Ha nem használjuk tovább, 7 év bal szerencse vár ránk. Tudod, azt hiszem, elkezdem rúzsozni magam. Csak vigyázz, ma egy kis rúzs, holnap a dzsines üveg. Egy jó sluk Woodbine többet ér bármelyik férfinél. Na nem, mintha tudnám. Ha ezt két hallotta volna, szorulnék. Ha Maggie nénikém dohányzott és könnyen vette az életet, Keti néném annál Agnes! Keti tanítónő volt. Mit művelte odafent? Bepucolom végre ezt a falat. Már tegnap meg kellett volna csinálnod. Nézzen ki rendesen Jacknek. Készülődj az Istenért, az egész környék rajtunk nevessen. Csak szoknyát kell vennem. Akkor vedd fel, légy szíves, és csinálj valamit a hajaddal. Hol van Róz? Csirkétetett. Gondolom, ő is úgy néz ki, mint egy elmeháborodott. Anyám azt szokta suttogni. Agnes mély, szűkszavú. Akkor látod. Ő pedig Róz néni. A Róz kissé lassú volt. Egyszerű. Ezt mondtuk rá. Jöttek Mussolinivel, együtt a sok gépivel. Mussolini mérföldekre van innen. Jack atya, az egyszem bátyád egy óra múlva itt lesz Belibegben. Próbálj meg emberi külsőt ölteni, Róz. Hadd mondja. Ő csak egy vén Gunár. Gunár! Így hát nekivágtunk, hogy fogadjuk Jack bácsit. Alig ha tudhattam, apró jószág lévén, hogy ettől fogva kezdenek megváltozni a dolgok.
roppant gyorsasággal. Túlságosan gyorsan. Izgatott vagy? Igen, mami. Nagy nap ez a mai, igaz? Jack atya ennyi hosszú év után a családja körében. Jeles nap, igen, nagyon köszönjük. Valami, amire büszkék lehetnek. Ennyi sok időt a leprások közt, az az ember egy szent. Köszönjük, de rögtön itt a busz. Ugye megbocsájt nekünk. Adják át üdvözletemet. Mutasd neki az ülepedet, és mondd, hogy rózsaszirom. Elég volt, Marguerite, elég. Az Danny Bradley. Ssss, maradj nyugodtan. Az csak odaugrom, hogy üdvözöljem. Egy lépésre, itt maradsz mellettem. Danny Bradley egy svihág rossz. Három gyerekkel, az egész város tudja. Bagoly mondja verédnek, Krisztina Mundi. Féltékeny vagy. Mindig ez a baja. Mindannyiótoknak. Irigyek vagytok rám. Rose, próbáld megfékezni magad, kérlek. A felesége elhagyta, idejében lelépett. Biztos jó oka volt rá. Na? Jön már? Itt van a busz? Ó, Jack. Ó, hála az égnek, Jack. Ellibeg, 10 perces szünet. Hé, hey, Harvey, igyekezz azokkal a bőröndökkel. Kaptál? Ez volna... Ez lesz az atyád. Bellibeg! Úgy hívják a városra, hogy... Bellibeg, ez az, ahonnan elmentél, igen. Igen, hát hála az égnek. Hála bizony. A mama meghalt, igen, és nincs itt. Igen. Igen. Na jó, van. Na gyere, 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 üdvözöld Maggie-t. Maggie? Ez egy vén ember, mami. A nővérek teljes szívükből szerették Jacket. Az összes kevéske pénzüket elküldték neki Afrikába. Rose és Agnes kesztyüket kötött, abból éldegéltek. A nők közös erővel igyekeztek összetartani a házat. Égi csoda. Ez bizony nem csoda, Jack. Tudomány. Ez nem tudomány, Kate.
Ez a Lunasa istene. A Lunasa ünnepe pogány babonaság. Most augusztus van, a mi asszonyunk mennybe menetelének ünnepe. Egy istennő röpköd az égen a csillagok közt, keresi holott kisfiát. Hol van Michael édesapja? Nem él velünk. Nem házasok. Tehát Michael szerelem gyermek. Szerelemben fogant fiú, örülök, hogy van egy szerelemben fogant fiad, Agnes. Nem az enyém, Krisztináé. Az enyém, Jack, az én fiam. Nem számít. Mind szeretitek, mindannyiótoké. Michael, erre kijátszani. Michael! Danny Bradley azt mondta, el akar venni. Egyszer majd elvisz magával fel a hegyekbe, a Lohanához. Összeadsz minket, Jack? Danny Bradley nem vehet el téged, Rose, már van felesége. Tudod jól. Szeret engem, Agnes, én meg szeretem őt. És a felesége elhagyta. Az nem tartozik ránk. Nagyon fáradt lehetsz. Aludj egy sort, mielőtt eszünk. Serkenti az étvágyat egy jó alvás. Afrikában alszunk és álmodunk, és álmunkban áldozunk az isteneknek. Ez nem Afrika, ez Ballybeg, Jack. Itthon vagy. Ez itt Donegal, ez itt Írország. Ah, egy újabb csoda. Semmiféle csoda, ez tudomány, Jack. Ez muzsika. Táncolj velem, mama. Mi? Zárjátok el! Zárja már el valakin! Jack, én nem vagyok az anyád. Két vagyok a nővéred. Eredj az ágyba, pihenj egy kicsit. Csak az Úrnak áll hatalmában csodákat tenni. Te az ő felszentelt papja vagy. Te nem táncikálsz. Maggie, legyél szíves, kísérd Jacket az ágyába. Igen. Az ágyamba, igen. Afrikában sok nőnek van szerelem gyermeke. Szeretik őket. Ahogy nálunk is. Persze, hogy nálunk is, sajnálom. De én azt kívánom, hogy mindannyiótoknak legyen szerelem gyermeke. Őszentségének a pápának lenne egy-két szava ehhez. Igen, az biztos. De ő sosem élt Afrikában. Gyere, Jack, lefektetlek. Pihenned kell. És ha őszentségének a pápának nincs ínyére Afrika, én átveszem a helyét. A nővérek megmondhatják, hogy régi vágyam egy erős fekete férfi. Maggie! Gyere, Jack, lefektetlek. Nevetnem kell rajtad, Krisztina Mundi. Valahányszor ezt mondod ki, tudom, hogy nincs nevethetnéked. És meg kell mondjam, rajtad is nevetnem kell, Rose Mundi. Hazatér a bátyád a messzi szolgálatból egy pap, itt találja az egyik húgát, aki törvénytelen gyermeknek adott életet is, Rose-t, aki bűnös házas emberekről karatyol. Én Danny Bradley-ről beszéltem. Szeret engem. Szeret Kate. Szerelem! Gunnar! Gunnar! Így neveznek a kölkeit, Gunnar! Nem is tekintenek nőnek, csak egy Gunnar vagy! Eléggé nő vagyok, hogy tudjam, mi az a szerénység. Egy nő számára a szerénység minden. Köszönöm, Okava. Ki az az, Okava? Te vagy. Tudjátok, igaza van Kétnek. Szégyent hoztam a családra, gyalázatot. Te Michaelt hoztad a családba, és ő nem szégyen. Ezt te is tudod, és Két is. Mi a baj Jackkel, Agnes? Az idegei. Ó, igen, az idegek. Olyan büszkék voltunk rá. Egy papa családban nagy tisztesség. Szegény Jack, az ég óvja. Talán Michael. Talán ő is pap lesz, Chris. Lehet. Te tudnád szeretni Ugandát, Maggie? Ahogy álomra hajtom a fejem, kérlek, uram, vigyázz engem.
Ha meghalnék, mire felkelek, vedd magadhoz a lelkemet. Azt hiszem, meghalni jöttem haza. Krisztusom, nehogy! Nem futja a temetésedre. Jó, hogy itthon van, Jack. Vigyázz magadra. És most aludj. Igen. Vigyázni, aludni, Okava. Mi az, hogy Okava, Jack? A benszülött szolgáló fiú Mugandában. Ő az Okava meg. Az ördögbe. Azt hittem, azt jelenti kábrázatos. Ide vele! Hoppá! Jó! Magasabbra! Vigyázz a tarlóra! Tényleg Gunnárnak hívnak? Nem, két néni. Kik hívnak Gunnárnak? Hát a nagyobb fiúk. Te meg hagyod ezt? Miért nincsenek barátaid, Michael? Te is egy Gunnár vagy. Nem igaz, fiam? Ezt neked hoztam. A születésnapodra tartogattam, de miért ne kaphatnád meg most? Tudod, hogy működik? Nem utasd. Így, lenyomod. Mintha pumpálnád, úgy. Jézus szent szíve, ezt nem hiszem el. Mi a baj, két néni? Ezt nem hiszem el. Ez ő, ez Krisztina embere, Cherry az, Cherry Evans. Ide be nem teszi a lábát. Mikor lesz egy használható tökrünk, hogy láthassuk is Krisztina? Nem találkozom azzal a senki házival. Én képtelen lennék, ha a szemébe nézni. Én gyűlölöm őt, én gyűlölöm. Nézd, hogy remeg a kezem két. Ó, dehogy. Dehogy remeg. Teljesen nyugodt vagy. És csodálatosan nézel ki, megmondom, mit csinálsz. Odakint beszélsz vele. Megmondod, hogy a fia egészséges és boldog. Azután kiadod az útját. Nem. Itt marad éjszakára. A pajtában odakint. Egyedül. Szervusz, Chrissy. Szervusz, Jerry. Hogy voltál az elmúlt 18 hónapban? 18? Nem lehet. Tavaly március. Március 6. Hogy repül az idő? Hát most itt vagy. Hát itt. Áldás a házon. Igen. Jól látom, ő az? Nagy fiú lett. Rendesen fejlődik. Tűri az iskolát? Nem beszél sokat. Két nénnyére ütött. Igen, meg lehet. Elárulná valaki, miről beszélhetnek ennyit?
ő Michael apja Kate. Mr. Evans, sose nyomta laposra a felelősség. Tavaly húsvétkor egy utazó ügynök kereste meg Kate-et. Dublinban találkozott veled, valami ostoba történettel jött, hogy táncórákat adszott. Igazat mondott. Nem létezik, Jerry. A ketyegőmre mondom. Tavaly egész télen. Nem. Kizárólag szalontánc. Millió diákom volt. Az egész világ táncolni akar. Millió diák? 53. Hazudok, 51. Amikor bejött a jó idő, szétrebbentek. Neked kellene táncórákat adnod. Ezerszer jobb voltál nálam, emlékszel? Capri szigetén látta őt meg. Árnyat vetettek a véngesztenyék. Ezer virág közt szökelt ott a réten. Capri felett. A tánchoz nagyon értett. Az egész kis arca megváltozik, amikor boldog. Szíve ott maradt Capri szigetén. Ezer virág közt szökelt ott a réten. Capri felett, oly kék volt az ég. És mi szél hozott most mifelénk? Búcsúzni jöttem. Merre igyekszel megint? Szeretnéd tudni? Elmondod? Berregünk egy kört? Nem bánom. Ugorj fel! Legyél jó, Michael! Viszlát, fiam! Sosem fogod elhinni. Elugrom egy kicsit verekedni. Mit tudsz te a verekedésről? Velszi vagyok, mi állandóan verekszünk. Olyan vagy, mint a friss faj, Jerry Evans. Spanyolországba megyek. Hová? A nemzetközi brigádhoz. Berukkolok. Harcolni fogok Franco ellen. Két hét múlva indul egy kompánia. A demokráciáért fogok harcolni. Demokrácia? Franco, mit tudsz te a spanyolokról? Egy keveset. Talán eleget. Miért kell neked Spanyolországba menni? Azért, mert tenni akarok valamit. Kezdeni akarok valamit az életemmel. Muszáj. Akkor hát tedd. Akkor hát tedd. Akkor hát tedd. Jerry. Akkor hát tedd! Akkor hát tedd! Jó napot! Jó napot! Köszönöm, Austin. Én köszönöm, Mrs. Mike. Miss Mundy! Ó, Mrs. McLaughlin! Hogy van mindig? Mint mindig. Hoztam egy kis fonalat Agnesnek és Rose-nak. Lehet, hogy ezek az utolsó motringok, az úr legyen velünk. Hitemre, Vera, mi a baj? Nem Agnes a legfürgébb beli Begben? Nem hallotta a hírt? Azt beszélik, hogy Donegalban gyapjú üzem nyílik. Mostantól géppel kötnek mindent. Masinát? Gyapjú üzem? Há, úgy bizony. Maga szerencsés a tanítói állásával. Magának integet a mi kis szofájánk. Maga volt a kedvenc tanára. Az a vén ripanc, a gúnár. Szofája mindig igen eltökélt volt. Nekem mondja. A múlt héten besétál, és nem azt mondja nekem, hogy férjhez megy. Férjhez megy? De hisz, alig lehet 16. Férjhez. Hagyom, hadd menjen. Egy férfi talán ráncba szedi. Még nem említeném Agnesnek a gyárdolgot. Minden jót, Miss Mundy. Minden jót.
2 font liszt, két. Ah, köszönöm, Austin. Ó, és jobb, ha nem felejtem el a cigarettát, különben tudja ki, egy hétig nem áll szóba velem. Maggie, élhal a jó öreg Woodbine-ért, nem de igaz? De mennyire, de Isten bocsássa meg, szerintem nem túl vonzó szokás egy hölgynek. Ártatlan kis örömkét. Ó, az biztos. Nos, mindenünk megvan. Cukorsó, tápióka. Ó, sajnálom, a tápióka felment egy pennivel. Alig, ha tehet róla, Austin. Ó, igaz is, az akkumulátor megérkezett letörkeniből. Á, igen. Bár csodát nem fog tenni azzal az ócska dobozzal. Készül az aratási tánc mulatságba, Miss Mundi. Alig hiszem, az én koromban szofája. Ó, el kell jönnie. Az idén klasszis lesz. Klasszis. Ó, valóban? Valóban klasszis lesz. Tea, szappan, indiai kuszkusz, zselatin. Mennyit fizetek, Austin? 2 shilling 6 két. Köszönöm. Mr. Bradley? A Miss Mundi, hogy van mindig? Igen, jól. Ön hogy van, és az önéi? A kedves felesége? Nekem már nincs feleségem, Miss Mundi. Ó, nem is hallottam, hogy elhunyt. Elment. Angliába. Ah, vagy úgy, ment volna utána. 10 Woodbine-t. Annyi minden érhet egy embert Angliában. Nem jóféle népek élnek ott. Nem úgy, mint Belibegben. A húgai elmennek a táncba, Miss Mundi. Agnes és Rose. Elmehetnek? Nem. Ha megbocsájtanak, családom van. A család felelősséggel, munkával jár. Maga elmegy a bába, Danny? Az arató ünnepre? Nem keres magának új asszonyt? Tudod, mi vagy te, Sophia McLaughlin? Egy kegyetlen mocskos kis libanc. Carlen, atya. Miss Mundi? Annyira örülök, hogy látni akart, atyám. Jack atya alig várja, hogy beszéljen önnel. Nem a bátyja miatt akartam látni. Ó, csak gondoltam, hamarosan úgy is hivatja őt. Hallom, nincs túl jól. Remekül van. Hál' Istennek ragyogóan. Sok mozgás, kiadós házikoszt, jégeső nem veri el. Az eső. Igen. Az hiányzik neki. Há, eső? A heves afrikai nap tudja, bárkinek a rovására menne. Eső kell neki. Az helyrehozza. Hamarosan misét mondhat. Nem hinném, Miss Mundi. Ha majd kiállhat az emberek elé, hivatom. Már is bárki elé kiállhat. Jack atya... Nincs jól. Tudom. Minden tudok róla. Nincs semmi tudnivaló. Azt hiszem van, ön is tudja. Hiszen ön érdemes asszony. Észrevesz dolgokat. Nem vette észre, hogy csökken a tanulók száma? Hogy őszinte legyek, atyám, nem? Pedig így van. Csökken. Lehet, hogy meg kell válnom egy tanártól. Mindannyiunk javára válhat. Bizonyosan jól jön a felszabadult idő most, hogy Jack atyával is törődnie kell. Nos, minden jót. De én tanító vagyok, atyám. Mihez kezdek, ha nem taníthatok többé? Remek jó kalpak, Jack. A körzeti felügyelőtől kaptam ajándékba.
Igen, nyakas ember. Állandóan vitatkoztunk, de kedvelem. Úgy nevez, az ír szám kivetett, és amikor eljöttem, ezt adta nekem az utolsó korrányzó kalapja. Hát, meg kell mutatnod Mike-nak. Ha persze, később. Téged lesz nagyon. Zavarba hozott. Majd kinövi. Talán az neki elég alkalmat, hogy kinőhesse. Veszek neki egy bringát. Össze akarod törni a szívét? Semmire se vágyik jobban. Veszek neki egy kerékpár. Ne csapd be a gyereket! Michael! Beszélhetnénk? Szeretnék kérdezni valamit. Válaszolnál? Így is megkérdezem. Melyik szín tetszik jobban? A fekete vagy a kék? Mégis tudnom kellene, milyen színű biciklit vegyek neked. Feketét! Gondol-e, Mr. Evans arra, miből tartja el Christina Michaelt? Megkérdezi? Érdekli őt? Az erdő vadjai többet törődnek a kölykeikkel, mint ez az illető. Hallott-e egyáltalán, amiket mondasz, Kate? Istenverte makacs, szenteskedő szuka vagy! Egyébként a neve Jerry. Jerry, Jerry! Talán nem tudom, hogy az úrfi Jerry. Miért mit mondtam, Szent Patrick? Mi volt ez a hoppáré? Engem kérdezel? Kapri szigetén látta őt meg. Árnyat vetettek a véngesztenyék. Ó, ezer virág köszökelt ott a réten, és Kapri felett oly kék volt az ég. Ha ilyen jól mennének a zsoltárok, mint ezek a pogány dalocskák. Igazi szent fazék vagyok, mi? Szépsége láttán a napfény is elhűlt, ám a sors keze írt más regényt, és bár a hajnali hullámmal eltűnt, a szíve ott maradt Capri szigetén. Minek örömére énekelsz? Csak gyakorlom a foxtrottot. Hol van Jerry? Michael boldogítja. Mit csinálnak? Elvitte egy körre a motorbiciklin. Motorbiciklin? Motor! Megölj azt a gyereket! Nem lesz semmi baj, az apjával van. Mi a baj? Nem tetszik, hogy az apát puszítad? Te tényleg az apám vagy? Tudod, hogy az vagyok. Legalább 5-szer vagy 6-szor láttál, nem emlékszel? Most láttalak először a héten. Előbb is láttál. 5-szer vagy 6-szor. Elfelejtetted. Lehetséges. Látod ott azokat a fura állatokat? Miért lennének furák? Hát a szarvuktól a homlokuk közepén. Szerintem unikornisok. Az unikornisok lovak. Ezek birkák. Nincs nekik szarvuk. Most már hazamehetünk? Éhes vagyok. Jól van. Ezt miért kaptam? Tudom is én. Elnézést kérek mindenkitől a memóriám. Mik azok? Rózsák, Jack, virágok. Ne félj, Jack, nem harapnak, csak virágok. Igen, virágok. Beteszünk egy csokorra valót a szobádba, és egy kártyára ráírjuk, hogy rózsák. Hogy tudd, hogy mik ezek? Jack, bevetted már a gyógyszereidet? Naponta 3-szor kell bevenned őket, tudod jól? Az egyik lelkészünk túl sok kinint vett be, és...
rászokott, majdnem belehalt. Végül a helyi varázsló gyógyította meg. Egy nagyon furcsa fehér madár ül az ablakpárkányomon. Az Rózi kedvenc kiskakasa. Jobb, ha vigyázol vele. Egy nap úgyis kitekerem a nyakát. Afrikában, hogy megbékítsük a szellemeket, megölünk egy kakast vagy egy kis kecskét. Mi is erre a megfelelő szó? Rituálé? Nem, ceremónia. Ez az a szó, amit kerestem. Hát, örülök, hogy beugrott. Szellemek, varázsló emberek, rituális áldozatok. Teljesen pártot váltott. Tessék, aranyom, ez csak a tiéd. Pipi, pipi. Mi az? Nem vagy éhes? Jerry is velünk eszik? Igen, biztosan. Csak néhány tojásunk maradt, meg egy kis almánk. Megoldjuk. Egy mérföldről kiszagolod a teát. Az már biztos. Láttam Michaelt és Jerryt a motorbiciklin, majd megkérem Jerryt, hogy engem is vigyen egy kört. Nem csinálsz ilyen butaságot, és miért nem hozta még haza? Jó kezekben van. Rendben lesz, ha Jerry a pajtában az? Addig jó, amíg ott van. Nincs biztos hely a kerekföldön. Valaki elkapta Austin Morgant. A jövő hónapban lesz a mennyegző. A mi kétünk igen paprikás, Austin Morgan miatt. Nézzétek! Hogy pirul? Hogy pirul? Elég volt Róz. És Sophia McLaughlin, az a csitri, az is férjhez megy. Ez majd véget vet a nagy táncikálásnak. A minap volt képe megkérdezni, elmegyek-e az aratási táncba, azt mondja, klasszis lesz. Klasszis. Ó, na most meg tyúk szemem lesz. Remélem, nem végzem olyan kripli, mint szegény mama, nyugodjék békében. Nem is lenne olyan rossz, ha mind mennénk. Mennénk hová? Az aratási táncba, a szebbik ruhánkban. Azt hiszem, el kéne mennünk. Van róla fogalmat, hogy milyen lenne? Pimasz kis lotyók között, akiket 100 éve tanítottam. Én pártolom. Ó, egek, mindenem a tánc, Egi. Van egy 8 éves fiad, elfelejtetted? Felvehetnéd a zöld ruhámat. Megvan hozzá az alakod, és kihozza a szemed színét. Neked meg igen jól állna az a pamut ruha, amit tavaly a konfirmálásra vettél. Abban gyönyörű vagy két. Oh, micsoda beszéd. Nem lehet, Agnes. Hogy mehetnénk? Megi, te ugye eljössz? Mit csinál, Megi? Próbálj visszafogni. Ó, az égre. Agnes, mit képzelsz? Elmegyünk. Repülünk. Itt se vagyunk. 4 shilling, 6 a belépő. Van 5 font spórolt pénzem. Megfizetlek az egész bandát. Hány éve nem voltunk már táncmulatságban? És nem érdekel, milyen fiatalok, milyen mocskosak, részegek és izzadtak. Táncolni akarok, Kate. Ez a Lunasa ünnepe. Táncolni akarok. Tudom, Agnes. Tudom. Akkor hát így. Elmegyünk. Épp úgy, mint régen. Szeretlek, Egi. De szeretlek. Jössz a Messiniába, jössz magad. Hozd a saját csészed villatpoharad. Mussolini, ne, ott lesz a sógépivel. Jössz a Messiniába, jössz magad. Nem megyünk sehová, sehová. Róz, nézd magadra az Istenért. Ó, anyányi nő, táncolni. Az ördög bújt belétek. Nem. Nem megyünk semmiféle aratási táncba. Te meg befizetnél mindenkit az 5 fontból, amit félretettél? Nem látom, hogy hozzájárulnál belőle a háztartáshoz. Ennyi még nekem sincs. Nem vagy a tanteremben, Kate? Talán jobb lenne, ha kesztyűt kötnék. Én mosom tisztára a ruhád az utolsó öltésig. Pucolom a cipődet. Bevetem az ágyad, takarítunk. Róz meg én. Festjük a házat. Kéményt seprünk. Füvet nyírunk. Etetünk. Az Úr adott neked két jó ingyen cselédet. És ha most okosan befogod a szádat, ez az ingyen cseléd elkészíti a teádat. Mr. Evans ismét célnek ered.
újabb 12 hónapra. Krisztina majd cipog és lamentál egész éjjel. Nem hinném, hogy kibírok még egy ilyen telet. Az ember keményen dolgozik, próbálja egyben tartani az otthon, de hirtelen mindenütt kiütköznek a repedések, minden összeomlik. Semmi sem omlik össze, két. A legkomolyabban Róz miatt aggódom. Ha elvesztem a munkám, ha ez a család széthullik, mi lesz a mi kis Rózinkkal? Jó estét, hölgyeim! Ó! Ide nézem mindenki, apa motorbiciklién ülök! Elmegyünk egy kicsit sétálni. Gyere! Mit csináltál azokkal a pálcikákkal, Jack bácsi? Tölthetek még teát valakinek? A tiéd vagyok, Megi. Társalogtam Obival, a hatalmas földanyával. Nem mondod? Ebben az évszakban aratnak Afrikában. Rendezünk egy fesztivált az ujjamnak, és egy másikat az édes kaszavának. Mindkettőt Obi a hatalmas földanya tiszteletére. Létezik egy szent Obi? De nem az én ima könyvemben. Hogyan ünneplitek, Jack? Nos, felvágjuk. Felvágjuk és felszenteljük az új jamot és az új kaszavát. Aztán körbeadjuk a tálat az asztal körül, és mindenki vesz egyet. Aztán tüzeket gyújtunk, és befestjük az arcunkat. Aztán énekelünk, és pálmabort iszunk, és táncolunk, és táncolunk, és táncolunk, és táncolunk. Férfiak, és nők, és gyerekek, még a leprások is, akiknek hiányzik kezük vagy lábuk, napokig csak táncolnak. Nem is érzékeljük az időt. Egy regiment leprása, mint huszárosan bokázik. Az úr ne vegye bűnödül, Megi. Nagyon tehetségesek a vidámságban, Megi. Kedvelnéd őket. Muszáj visszajönnöd velem. Ó, nem biztos, hogy a gyomrom bevenni azt a jamot, Jack. Tudod, hiányozna a krumpli. Ezek a fesztiválok, Jack, ezek nem keresztény ünnepek, igaz? Ha nem. Nem. A riánganok hülyek a saját vallásukhoz. Fogsz-e misét mondani, Jack? Talán nekünk először. Mondok, igen. Talán hétfőn. Bekapcsoljam a rádiót. A Marconi megint igen szeszélyes. Valamikor megnézhetnéd az antennát, Jerry. Egy kis zene mindannyiunknak jót tesz. Nem. Gondolom, mindenki kimerült. Jó éjt, Jerry. Jó éjt, hölgyeim. Alhatok apával a pajtában, mami? Nem. Kérlek, mami, úgy szeretném. Michael, ma éjjel mindenki a saját ágyában alszik. Nincs vita. Reggel találkozunk. Gyere, Michael, ideje lefeküdni. Mindjárt olvasom az esti mesét. Nem. Ma este rögtön elalszik, és erről két szintén nincs vita. Cigánylegény, húzd a fonót, ahol lenéz reád, röpít hozzád ezüst szekér, egy édes szerenád.
Nem tudsz aludni, Eki? Te sosem akartál elmenni? Minek? Csak elmenni innen. Danny Bradley kért, hogy menjek el vele. Amerikába. Danny Bradley nem való hozzád, Rose. El akar vinni magával piknikre, a Lohanához. Nézd, ezt tőle kaptam. Még sose viseltem. Elteszem, amíg ki nem evezünk a csónakkal. Nem mehetsz el, Rose. Ígérnek, hogy nem mész. Hallod, amit mondok? Igen, hallok, Eki. Szeretlek, Eki. Jobb szeretlek, mint a csokis tallért. Én is szeretlek, Rózi. Eki, ha valaha elmész innen, magaddal viszel, ugye? Megígérem. De ez legyen a mi titkunk. Fogadod? Szültek, megsütik a szöcskéket, a fikába kevés az étel. Ugyancsak. Egyetlen szarvuk volt a homlokuk közepén, úgy legeléztek ott még. Gyerünk, vitéz, kapd el! Michael, figyelsz! Itt a muníció! Oh. Itt van még az apaja! Vigyázz, most elkapom a mamit! Ó, Máriám, látjátok ezt? Micsoda figura voltam. Azt hittem, gyönyörű hajam van, közben mint egy tüske. Tündéri voltál, Megi. Isten megbünteti a gúnyolódókat, Agnes Mundi. Ez kicsoda, Megi? Na, fürdös meg, Dade, Isten nyugosztan. Fürdös? Egyetlen szál haja sincs. Tök kopasz volt 17 éves korára. A nővéred mesélhetne erről. Két, mesélj, uram. Nem, néma vagyok, mint a sír. Igen, vad ambíciói voltak képen. Engem annyit sem érdekelt, fürdös meg, mint a holdbéli emberke. Meg volt zavarodva Katie-ért. Ha már a vad ambícióknál tartunk, emlékeztek rá? Brian. Aha. Brian McGinnis. Észbontó. A nővéred is így gondolta. Hasonlított Jerryre, Chris. Isten ilyen táncolt. Emlékszel arra, amikor kisemmiztek? Arra a táncversenyre. Te ott voltál, két. Nagyon is jól emlékszem. Egész éjjel valceroztunk. Én egész éjjel fürtös kugli fejét bámultam. De Meg és Brian olyan gyönyörű pár volt. Persze a kupát a veteránoknak adták. Titeket illetett volna. Téged és Brian-t. Mi történt vele? Ausztráliába ment. Írt nekem, én válaszoltam, de Ausztrália túl messze van. A mai világban. Ennyi az egész. Nem énekelünk inkább? Rosemondi, te vagy a dalnok. Odalent a Sally kertnél. Down by the Sally Gardens, my love and I did meet. She passed the Sally Gardens with little snow-white feet. She bid me take love easy as the leaves grow on the tree.
reap. In a field down by the river, my love and I did stand. And on my leaning shoulder, she laid her snow-white hand. She bid me take life easy, as the grass grows on the weir. But I was young and foolish, and now I'm 40. Igen, Sherry. Járunk egyet a folyóparton? Menjen, majd utolérem. Hol a mami Michael? Még nincs fent. Igen, elfáradt tegnap. A leckédet készíted? Nem hallok semmit. Cigány legény, húzd a vonót, a hold lenéz rád, röpít hozzád ezüst szekér, egy édes szaranád. Nézd, mit csináltam miattad! Tönkretetted a levelem! Kivel levelezel? Igen, művelt kell legyen, hogy ezt kibetűzze. A Mikulásnak írok. Augusztusban? A Lunasza idején? Jobb is kicselezni a csúcsforgalmat. Mit kérsz tőle? Egy csengőt. Csengő? A biciklimre. A biciklidre? Arra, amit apa vesz nekem. Kilkenyben. Megígérte. Hát, ha megígérte, még megirigyellek. Úgy, majd máskor írsz a Mikulásnak. Kiveled? Egy ilyen szép napon a mezőn kéne futkároznod, mint a borjaknak. Én nem vagyok borjú. Michael vagyok. Michael Evans. Kedves Miss Mundy. Sajnálattal közlöm, hogy a csökkenő tanuló létszám miatt többé nincs szükség a szolgálataira. Igen, csinos kalap. Az öné is felettébb mutatós. El kell cseréljük, mielőtt visszamegyek Afrikába. Visszamegy? Meg lehet. Majd. Hú, ez most tényleg jól esett. Egészségedre váljék. Hol van Michael? Odakint. Az új bicikliéről álmodozik. Ki tudja, talán Jerry megveszi neki. Szerencse, hogy Michaelnek eleven a fantáziája. Csak nem te a vizet forralsz. Az lesz. Rossz cipóval. Ha Agnes és Rose szerencsével jár a szederrel, lesz hozzá jó kis dzsemünk is. A szedresbe mentek? Oda. Rose ünneplőben, az ég tudja miért. Hallottad, mit mondtam Maggie-nek? Hallottam. Azt mondta, ilyen finom nagysága, túl jó ahhoz, hogy holmi szedret szedjen. Te meg azt mondtad, nagy zolog, Maggie. Nagy zolog. Ha kinagyzoltad magad, segíthetnél egy kicsit. Jól van. Meg ne szakadj az együttérzéstől, húzd már ki. Nézd meg a kezem, össze-vissza karistolt a tövis. Ez micsoda? Szerintem a templom harangja. Egy papnak illene tudni. Igen, igaz. Nos, mi az úti célunk? Tisztában kell lennem vele, hová megyek, akkor két nem tud nyagni.
Nyag, ugye ilyen szó nincs? Az nyaggat, nem száll le róla. Igen, nyag, lassan visszajönnek a szavak. Spanyolul beszélsz? Spanyolul? Mint a spanyolok? Nem, egy szót sem. De tudok motorkerékpározni, azzal már megfelelek. Gondolom, ön ellenzi. Miért? Franco ellen készülök. A katolikus egyház és a többi ellen. Á, katolikus egyház. Ők Franco mellett vannak? Igen. Jellemző rájuk. Egész jól vág az esze. Azt mondod? Azok a harangok, gondolod, hogy esküvőre szóltak? Szólnak valaha neked és Krisztinának? Hát jó. Jobb is, ha hajadonon hagyod el, mint ha asszonyfővel. Egi! Kegyetlenül forog a gyomrom és hasogat a fejem. Mi ütött beléd hirtelen? Biztos ez a heves nap. Talán jobb lesz, ha hazamész és ledőlsz. Gondolod? Talán jobb lesz. Egyenesen haza? Persze, megyek. Rózsabimbó. Te sohasem hagysz el, ugye? Hozott valami ennivalót? Azt mondta, piknikre hív. Fel tudnék fajni egy lovat egészben. Ó, csokolád és tallér. Nem is akármi. Nem tudom, miért megyek Spanyolországba. Mindenki azt mondja, hogy karácsonyra vége van. Már ezt mondták a nagy háborúról is. Minden háborúról ezt mondják. Persze ez nem igaz. Az ügyért megyek. Az ügy megmondja, hogy helyesen cselekszik az ember. És van hová menni. Egy ország. Igaz? Ott jön Agnes a mezőn. Agnes! Ó! Kajla egy alak vagy Jerry Evans. Így még sokkal szebb vagy. Valóságos csini baba. Bájos fejű lányka, tedd le a kannákat, és táncolj velem. Lesz szíves észre térni. Táncolj velem, kérlek. Rajta, add a kezed. Még réges-rég, ha villant egy boka, arról szólt a botrány krónika. És tudja az ég, ez marsik. Kényes szóvirágokat írtak egykoron, ma már pirulnod kell, ha olvasol. Ó, nagy ég, ez ma a sik. Ez ma a sik. Tudod,
Tudom, hogy nem vagy felelős Jerry döntéseért, de örökre megülni a lelkiismeretemet, ha nem mondanám ki, milyen határozottan elítélem ezt az egész spanyolországi hókuszpókuszt. Valóban? Gyalázatos nap az, amikor feláldozzuk a fiainkat egy istentagadó rendszerért. Tudom, hogy ő azt mondaná a demokráciáért. Ezen nem fogok vitatkozni, csak a tiszta lelkiismeretem... Íz lett a sütemény, Rose? Nagyon, Danny. Köszönöm. Ez minden, amit kapok? Ez minden, igen. Amikor az asszony elhagyott, idejöttem a Loanához. Hogy kievezzen a csónakon? Nem. A vízhez. Hogy beleöljem magam. De nem tettem. Ma este táncmulatság lesz. Eljössz velem? Nekem haza kell mennem, Danny. Aggódnának. Te aggódsz, Rose. Danny! Aggódsz? Aggódsz, Rose. Danny! 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 Eljössz velem ma este a táncba? Igen, el! Csak abba hagyná ezt, kérem! Kiviszlek a szilárd talajra. Te nem fogsz elhagyni, Rose. Te nem. Mi ez a lila folt a kardigánodon? Beleestem egy bokorba. Rózi meg majd holtra nevette magát. Jobban van már? Még mindig ágyban van? Ágyban? Itthon van, nem? Órákkal ezelőtt hazajött lepihenni. Azt mondta, nem érzi jól magát. Nem láttad Rózt? Rózi! Mikor hagyott ott? Jó 3 órája. Hirtelen minden baja lett. És nekivágott egyedül, hogy hazajön? Azt mondta. Kezd az elején, Agnes. Pontosan mi történt? Semmi sem történt. Semmi a világon. Ott voltunk a bokroknál. Aztán hirtelen azt mondta, hogy elfelejtettem. Mégis? Valamit mondott a tűző napról, hogy fáj a feje, hány ingere van, és hazajön, hogy aludjon. Biztos nincs az ágyában. Nincs. Jaj, hol lehet? Hol lehet a mégis Rózink? Hagyd anya fogást, Agnes, hazafelé irányozott? Azt hiszem, igen. Lehet, hogy bement a városba. Nem megy a városba gumicsizmában. A jobbik cipője volt rajta, és a kék kardigánja, meg a szebbik szoknyája. Danny Bradley. Mi? Ó, Istenem, Danny Bradley. Loana, a nagy hegye. Mi van a nagy hegyekkel? Te mit tudsz erről a Bradley históriáról? Semmivel se többet, mint te magad. Te meg Rose folyton együtt sutyorogtok. Miféle ármány szövődik Rose és Bradley között? Semmilyen ármány, Kate, nagyon kérlek. Ezt titkolódzol, hallani akarom az igazságot. Esküszöm az égre, csak annyit tudok, amennyit elmesélt. Azonnal hagyd abba. Könnyen lehet, hogy a városban van. Lehet, hogy már hazafelé tart. Vagy elájult, ha olyan rosszul érezte magát. Meg fogjuk találni. Te keresd a mezőn, felfelé a dűlön. Te keresd lefelé, egészen le a főútig. Két, te menj a régi kúthoz, és az egész környéket kutasd át. Jerry! Azt meg minek vonod bele? Van motorbiciklije. Segíthet, Két. Rose! Rose! Rosie! Rózi! Róz! Rózi! Rózi! Lassacska, hazamegyek, Két. Hát, a többiek megtalálták. Lehet, hogy a konyhában szürcsöli a teáját. Nem tudom, meddig szürcsölhetünk még teát. Levelet kaptam Carlen atyától, nem tart igényt a szolgálataimra. Micsoda? Kevés a diák, azt mondja. Hazugság. De hálás nekem. Hazugság.
Hazugság. Hazugság, hazugság. Michael? Mik azok? Lúnaszat üzek, Jack. Táncolnak körülöttük, meg átugorják őket. Egyszer egy Sweeney nevű fickó beleesett az egyikbe. Kis ilyen halálra pörkölődött. Lou, a fény és a zene istene. Emlékszem. Jack bácsi, ne menj sehová! Most én vagyok a felelősöd. Jack bácsi, gyere vissza! Atya. Ez itt Afrika? Rose? Jack! Összeházasodunk. Danny Bradley vagyok. És elveszem Rose-t. Nem. Obi. Jack! Ezek itt mind rokonaik, Rose? Ez a lakodalmat? Ezek itt pogányok, semmi közünk hozzájuk. Összead minket, atyám. Adja hozzám Rose-t. Nem megyek hozzá, Danny, te már nős ember vagy. Nézd, Rose! Nézd, mit meg nem teszek, érted? Én elmegyek, Danny! Mi? Hová? Az titok, viszlát! Haza kell mennünk, Jack! Nem tartozunk közéjük! Hová mész, Rose? Nem tudom, hová! Mi most hazamegyünk! Utána megyek, Rose! Nem menekülsz! Hazafelé! Milyen sokat szedtél? Finomak, Agnes, jó édesek. Rose kicsim, tudod, hogy őrülten aggódtunk miattad? Azt mondtad, egyenest hazajössz, hogy ledőj. De nem jöttél haza, Rózi? A városban voltál? Ezért vagy talpig ünneplőben, ugye? Belivegben voltál, igaz? Jövő héten szedünk még egy adagot, Rózi. Jól van. Lepihenek egy-két órára, de hajnalban idejében behordom a szénát, Megi. Tudni akarom, hol voltál, Róz. Később két, ha mondd meg, hol voltál, Róz. A Lohanán. Hol? A Lohanán. Két, hagyd őt békén. Gyalog mentél a tóhoz? Igen. Találkoztál ott valakivel?
Valakivel találkát beszéltél meg ott? Találkám volt. A tónál Danny Bradley-vel két. Kivitt az apja kék csónakján. Nagyon békés ott az a hely. Rózsabimbónak hív engem. Mondtam is neked, ugye, Egi? Aztán mi ketten felmentünk a nagy hegyekbe. Épp, hogy elkaphattuk a Lunasa tüzeket. Ezek mind pogányok, két. Jackkel jöttem haza, és búcsút vettem Dennytől. És ennél többet nem mondok. Mindannyian be kell érjétek ennyivel. Mivé lett ez a család? Krisztus anyja, mi történt ezzel a házzal? Nekünk is aludnunk kéne. Gyere, két aranyom, feküdj le. Maggie meg fog ölni. Hol van Jerry? Beállítja az antennát. Az a rozzan doboz csapás a házon. Egy isten csapása az a francos doboz. Jerry tudja, mit csinál. Egy isten csapása az a francos doboz. Már hallottuk az értékes véleményedet, Rose. Thank you.
Eljöttök velem, te is, Michael? Tudom. Nem tehetek semmit, ugye? Semmit. Itt hagyhatlak egyedül. Azt igen. Majd. Jerry, még ne hagyj el, kérlek. Kislányoknak való! Rögbi, az való egy velszi férfi embernek! Ha lenne időm, megtanítanálok rögbizni. Ugye tudod, hogy holnap útra kelek? Hiányozni fogok? Én fogok-e neked? És a mami? Hiányozni fog? Nagyon. Akkor ne menj el, apa! Most katona vagyok, Michael. Harcolnom kell. Nézd, itt van Jack bácsi. Miért visel uniformist? Jerry, drága barátom, ideje, hogy ünnepiesen búcsút vegyünk. Remélem, minden jól alakul, majd vincsibész. Holnap indulsz? Igen, bajtárs. Pazar uniform is. Jól jönne a spanyoloknál. Ez volt az egyenruhám, amikor káplán voltam a brit seregben, a nagy háborúban. Akkor még illett rám, akkoriban pompáztam benne. Most is pompásan áll, Jack. Most meg kell ejtenünk a cserét afrikai módra. Nos, én lehelyezem a cseretárgyat a földre. Majd visszalépek 3 lépést. Aztán körbefordulok egyszer. Most te átjössz az én helyemre, én meg átmegyek oda, ahol te álltál. Ezennel a csere hivatalosan és véglegesen megtörtént. Ez itt az én szalmakalapom, az pedig a te regália kalpakod. Tedd a fejedre. Pompás! Illik rád! Pompás. A szívem szakad meg, hogy ilyen hírt hoztam, de el kell mondanom. Már végleges. Meg kell válnom maguktól. Többé nem kellene kézzel kötött kesztyűk. Bizonyos, hogy megnyitják a kötödét Donegalban. Miből fogunk megélni, Vera? Szerezzenek munkát a gyárban. Talán több szerencsével járnak. Azt mondták, túl öreg vagyok. 41 évesen. Azt mondták, túl öreg. Hálásak vagyunk, hogy ide fáradt. Bár jobb hírt hoztam volna. Jó ét mindenkinek. Jó ét. Jó ét. Jó ét, Vera. Egy kis tea minden bajt felettet. Ülj le, Agnes. Igen. Legyen igazad, Kate.
Nem állhatom ezt a dalt. Rózi, arra gondoltam, szerzünk neked egy másik kakast. Nem fontos. Én majd idejében megregulázom. Nem akarok másikat. Hol van Jack? Odakint bámulja a csillagos eget. Az egyik szokásos, spirituális utazásán jár. Hadd járjon. Egi, tudod, mit gondoltam? Mi nincsen itt Belibegben, amire szükségük lenne? Mi? Egy varrónő. Itt van Agnes Mundi, az Isten áldotta ügyes kezeivel. Miért nem van ruhákat? Ügyes keze. Lenne munkád csőstül, megcsinálnád a szerencsédet. Ez ám a szerencse. Foltozgatni Belibegben. Akkor hogy akarsz megélni? Ó, meg fog élni, ha összefogunk. Ez a család mindig megél. Mi megélünk, ahogy mindig. Te tudod, hogyan, ugye, Rózi? Hogyan? A titkunk. Nem emlékszel? Úgy bizony. A kettőnk titka. Megi. Krisztina. Michael. Jack. Jerry. Soha többé nem láttuk őket. Nyomtalanul eltűntek. Évekkel később hallottam, hogy London utcáin végezték a többi árnyék alak között. Aki napról napra tengődik, és magányosan hal meg. Jack bácsikám húzta, ameddig tudta, mindvégig töretlen hittel a földben és a csillagokban. Apám valóban elment Spanyolországba, ahol megsebesült. Két néném azt mondta, ez aztán véget vet a nagy táncikálásnak. Talán így is volt. Anyám munkát kapott a gyárban, egész életében szívből gyűlölte. Apám írogatott neki, időnként. Mindvégig Maggie néném igyekezett egyben tartani a házat. Megpróbált úgy tenni, mintha semmi sem történt volna, de a család megváltozott. Örökre megváltozott. Két nénikém vigasztalhatatlan volt. Vigasztalhatatlan. Ó! Oh. Rózi. Rózi. Én vártam, hogy férfi legyek, hogy elkerüljek onnan, csak elmehessek. De annak a nyárnak az emléke számomra olyan, akár egy álom, akár egy muzsika, egyszerre hallható és képzeletbeli, amely egyszerre önmaga és a saját visszhangja. A képzeletemben az a nyár maga a tánc. Önfelett tánc, mintha a nyelv megadta volna magát a mozdulatoknak. Mintha a nyelv többé nem is létezne, mert többé nem volt szükség szavakra. Magyar hangok. Ráckevei Anna, Kovács Nóra, Rudolf Teréz, Vándor Éva, Spilák Klára, Fodor Tamás, Rékasi Károly, Cető Roland, Bede Fazekas Szabolcs, Dolmány Attila, Rosta Sándor. Magyar szöveg Versényi Ági, hangmérnök Maurer László, vágó Zöld Zsófia, gyártásvezető Újréti Zsuzsa, szinkronrendező Ries Herceg Krisztina. A szinkront az HBO készítette. Produkciós vezető Végödön.
She passed Masali Gardens with little snow-white feet. She